Na, sziasztok, drága csillagaim, megint hajat festek, összekevertem mindent, amit el tudtok képzelni. Vettem három doboz, ilyen polipalette, de mindent összekevertem, a polit a gárnyerre, pedig ezt nem szabadna. De hát miért ne? Kipróbálom, figyeljetek ide. Ez ilyen hatos, látjátok, ilyen 6-6-5, tehát egy világos hatos szín, ami sokkal világosabb, mint az én póthajam. Pont azért is tettem bele, mondom, hogy kicsit megszívja, hogy nehogy visszabesötétüljön, és tettem hozzá ilyen X-aktás Scali vöröst, ilyet is a Garnier-től, a 45-ös Choco Brown, a Honig Brownból 4, bekentem a póthajat, mint látjátok, bekentem az enyémet, aztán majd kiderül, hogy milyen lesz, de nem érdekel, mert egyszínű hajat akarok. Úgyhogy most megnézem, úgy jó, ilyen enyhén vöröses színe lesz neki, ahogy látom, ami nekem nagyon tetszik, csak legyen már egyszínű, mert már megőrülök, bocsánat, csak a törőköző van rajtam, hogy legyen már egyszínű, mert már megőrülök, Móni, hogy ilyen 56 színem van, úgyhogy most ilyen gyengén vöröses, hát majd kiderül, hogy mennyire lesz vöröses, én már látom. Én már látom, ha ilyen lesz, az nagyon jó. Nem az a tűzvörös, mert az nem tetszik, hanem ilyen kis pikáns, gyengén kis, tudod, ilyen kis. Én már látom, hogy ilyen barnás vöröses lesz. És ha ez ilyen lesz, akkor tökéletes lesz. Itt már látszik, látod, hogy barna, de van neki egy ilyen kis tik vöröse, úgyhogy jaj, leesett háttól a hajam. Na mindegy, most rajt hagyom. Itt látszik a szín a bőrömön. Itt látod, ilyesmi lesz. Ilyesmi lesz, akkor én ennek örülök. Ja Istenem, most sikálhatok, mert megfogott mindent. Ha hogy én hajat festek, hát látjátok, hogy megfogott mindent, az meg a kurva, kibaszott faszopó festék, de még most látom a bojlert is megfogta, ahogy festettem. A retkes kurva anyját, mert fröcsög mindenfele, tudod? Na mindegy. Úgyhogy majd kiderül, és hát én mindenképp örülök neki, mert látom, hogy nagyon baba színe lesz neki. Már most látom, Mónikáim. Kicsit félek, ugyan, hogy lerohadjon, mert mondom, ennyi festéket összekeverni, mindegyikben más az oxigen, te tudod, de olyan pozitívan állok hozzá, érzem, hogy jó színe lesz. És tetszik, jaj, már most tetszik, jó lesz, eltaláltam, jó lesz, Mónikáim. Úgyhogy, ja nem kell, már mindig így beszélni, így kell beszélni, Mónikáim, ilyen nőjesen, Móni, jó lesz. Na, úgyhogy most kicsit várunk, aztán meglássuk, Vakis azt mondta, hogy milyen lesz, de én már látom, hogy jó lesz. Én már látom, ilyen, jaj, ilyen cseresznyés színe van, ilyen sötét cseresznye. Ilyen érett megy, jaj, nekem mindig ez a szín tetszett, ilyet akartam világ életembe. Amíg fodrász tanuló voltam, ó, Krisztus előtt 500-za, még volt egy olyan festék, volt egy olyan festék, Mónikám, az volt a neve, hogy Lizap. Lizap. Az is egy itálián is a kolor volt, és abba tetszett ez a nagyon gyenge cseresznye szín, hogy barna alapon, de egy ilyen kis cseresznye árnyalat, ilyen sötét. Így most barnának látszik, ez is nagyon szép. Na hát ezeket kevertem össze, mutatom még egyszer. A poli palettből tettem bele hármat, mert mondom, nehogy nagyon ilyen világos legyen. Meg tettem bele, mind az X-aktákba a Scali ügynöknek ezt a ilyen rozsda vörös, látjátok, ez a Nutris Garnier, ez meg a poli palett. Úgy bekentem az összes póthajamat, kiszedtem egy ilyen szemetes zsákot, szétterítettem, mert ugye ilyen sötét voltam, ez nagyon sötét. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire szívja meg, majd kiderül, vagy beborul, a vak is azt mondta, de biztos, hogy jó lesz, csak most rajt kell hagynom egy darabig. De ilyenkor már megyek többször, nézegetem, nehogy nagyon elüssön a kettő, bár én már látom, hogy jó színe lesz. Jaj, de jó lesz, én már látom. Lesz neki egy vöröses. Na, puszi Mónikáim!